Nagyon családias és ünnepélyes hangulat fogadta a vendégeket a korai fejlesztő központ Kalocsai átadóján, ugyanis a június 8-ai eseményen jelen voltak azok a nevelőszülőknél nevelkedő gyermekek, akikért ez a projekt megvalósult. A központ ötletének megszületéséről, annak megvalósulásáról Szigeti Károlyné Klári beszélt a jelenlévőknek, ezt követően Kassa Andrea, a Pünkösdi Gyermekjóléti Szolgálat főigazgatója köszöntötte a megjelenteket. Jelenleg a gyermekvédelmi intézményünk most már országos lefedettségben működik, a Tiszán túl kivételével mindenhol vannak nevelőszülőink és nevelőszülői családjaink, több mint 200 családunk van, és több mint 600 gyerekről gondoskodunk, úgyhogy tényleg elég nagyot sikerült álmodni, azt gondolom. 4 ilyen szakmai egységünk van hasonló, mint Kalocsám. Van egy Budapesten, van egy Veszprém megyében, Veszprém központtal, és van egy Dél-Dunántúlon Somogyban, Kaposvárot. És mind a 4 helyen egy korai fejlesztő központot hoztunk létre idén. A fejlesztő központ létrehozását az indokolta, hogy a nevelőszülői hálózathoz kerülő gyermekek többségének szüksége van rendszeres és folyamatos fejlesztésre. Azonban ezt sajnos a társszervezetek nem bírják kapacitással. Ezekben a fejlesztő központokban gyógypedagógus kollégák fognak foglalkozni, nem csak a gyerekekkel, hanem a nevelőszülőinkkel is. Azokat az apró, pici mozdulatokat, torna gyakorlatokat, masszázs gyakorlatokat, amiket otthon is el tudnak végezni, azokat meg is tanulják, eszközöket is kaphatnak hozzá, és ezeket az eszközöket hazaviszik, és a tudást is hazaviszik, és akkor tényleg megvalósul az, hogy napi szinten, minél korábbi időpontban már a gyerekeink fejlesztése megtörténik. Az eseményen jelen volt Simon Zoltán, Kalocsa alpolgármestere, aki örömét fejezte ki, hogy városunkban új létesítmény nyitja meg kapuit. Hozzátette, hogy ez a projekt különösen nagy öröm, hiszen a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek érdekeit szolgálja. Mindannyian tudjuk, hogy az ember életében lehetnek nehéz pillanatok, lehetnek olyan események, történések, amik negatívan befolyásolják az ember életét, de különösen tragikus és különösen fontos az, amikor ez egy gyermek életében történik. Én úgy érzem, hogy ekkor kötelessége összefogni mindenkinek, összefogni az államnak, összefogni az egyházaknak, a városoknak, az embereknek, mindenkinek, annak érdekében, hogy a gyerekek életét jobbá és eredményesebbé tudjuk tenni. Én most innen is szeretném megköszönni a Magyar Pünkösdi Egyháznak a tevékenységét, amit tapasztalunk a városunkban is, rendszeresen, folyamatosan, azt a karitatív segítő munkát, tevékenységet, amit országosan és városunkban is végez az egyház. Az ünnepélyes szalagátvágás előtt Bálint Miklós, a kalocsai gyülekezet lelkipásztora mondta el áldó imáját, majd áldását adta az épületre és az itt folyó tevékenységre.